Sziasztok! Régen volt már olyan videó, hogy milyen helyzetben vagy, és mi a tanács rá, ezért most egy ilyen videót fogok készíteni. Nézzük, hogy milyen helyzetben vagy most. Ez a mágus helyzete. Ez a helyzet azt mutatja számunkra, hogy nagyon is tudjuk az ok-okozat törvényét, és nagyon is tudjuk, hogy miért kéne felelősséget vállalnunk, és ezzel a felelősségvállalással gyakorlatilag uralni tudnánk az helyzetet, amiben vagyunk. Az akaraterőnket összegyűjtve, lényegében uralni tudnánk a négy őselemet, ugye a botok, mint tűz, a kehely, mint víz, a kard, mint levegő, és az érem, mint föld elemeket. És igazából az akaraterő segítségével képesek vagyunk, vagy képes vagy bármilyen célt megvalósítani. Úgyhogy tökéletesítsük a képességeinket, szedjük össze az akaraterőnket, és dolgozzunk tovább a célért, mert megvan hozzá az erőnk és minden eszközünk. Figyeljünk arra, hogy a kontroll és a manipuláció azt kerüljük el, tehát se mi ne legyünk manipulálva és kontrollálva, se pedig mi ne kezdjünk el manipulálni és kontrollálni, mert könnyen belecsúszhatunk most abba, hogy a túlzott akaraterőnkkel akár olyan dolgokba is bele rántunk másokat, amik nem feltétlenül jók számára. És nézzük meg, hogy mire van szükséged. Játékra. Ez azt jelenti, hogy mostanában nagyon sokat dolgoztál, és nagyon sokat aggódtál valami miatt, ami őszinte szólva nem is csoda. A lelked egy kis része pedig szórakozás után sóvárog, tehát játékosságra, könnyedségre van szükséged. A fáradtság, az ingerlékenység vagy a depresszió jelei mutatkoznak meg számodra. Itt az ideje, hogy egy kis szünetet tarts, és keresd a könnyedséget, a megkönnyebbülést. Nem kell addig várnod, amíg egy-két szabad perced legyen, hiszen akár ma is megfűszerezheted most, ebben a pillanatban is egy kis mókával a napodat. Az egyszerű érvezetek, a bohóckodás pillanatai, a kacagás egy baráttal, egy vicces film, nagyon jó példák a szórakozásra. A móka és a játék mind a gyerekek, mind a felnőttek életének szükséges része. A szórakozás az egy szükségletünk. Az ilyen jellegű tevékenységek segítenek egészségesebb életet élni, és lehetővé teszik, hogy gyorsabban elérjük a vágyainkat. A móka az lényegében a kiegyensúlyozott életünk részei. Itt igazából nagyon fontos meg említeni azt, hogyha most a mostani helyzetet hitted el. Tehát, hogy itt igazából ez lehet nagyon specifikusan, akkor én amikor ezt a videót feltöltöm, egy külső manipuláció, egy külső hatás nagyon erősen hat rád, és ettől elveszted az erődet, de tudod, hogy ott van, tudod, hogy mindenhez képes vagy, csak annyira hat rád egy külső manipuláció, hogy megjelenik a félelem, a rettegés és a szorongás, és nem tudod, hogy hogyan kezeld ezt a történetet, pedig nagyon jól tudod, hogy egyébként hova kéne nyúlni, mit kellene csinálni. És ez alap pedig azt mondja, hogy itt az ideje ezt feloldani, és teljesen kizárni ezt a külső manipulatív ingert, mert a nagy része nem igaz, vagy nem úgy, vagy rád nem úgy, ahogy azt megpróbálják elhitetni veled. Szóval ne dőlj be annak, hogyha mások manipulálni akarnának. De nyilván ezt mindenki maga értelmezze, hogy most ez, amikor megtalálja ezt a videót, hogy ez mostra szól, vagy úgy általánosságban jött ez az üzenet. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, találkozunk a következő videóban. Sziasztok!